Oké, na, akkor folytassuk az alföldi kék túrát. Az a helyzet, hogy nem igazán terveztem most így túl ezt a dolgot. Ugye Körösötányból indulok, én ugye itt élek, úgyhogy most ez elég egyszerű indulás volt. Hát 3 napot tervezek, a táv az nincs meg pontosan. Biztos, hogy ma el szeretnék menni Veszprémig, ami innen Üszkve 30 km. És onnan meglátjuk. Annyi a nehezítés, hogy ma vasárnap, a holnap pedig október 23. Veszprémbe kell vásárolnom rendesen, mert valószínűleg holnap ezekben a kicsi falukban, amin keresztül megyek, nem nagyon lesz semmilyen élelmiszerbolt nyitva. Egyébként október 22, reggel 7 óra, egy rétegben jövök egyébként, 18 fok van, brutál. Úgyhogy az első 20, hát vagy 20 pár, vagy lehet, hogy Veszprémig is igazából, szóval az első pár kilométer az nem fog túl sok meglepetést tartogatni számomra. Úgyhogy ezeket én már megjártam egy párszor bringával. Gyalog is jártam már erre amúgy, viszont csak a Vidratanyáig, amely az első pecsételőpontunk lesz. Ez az idő, ami most van, ez október vége, sárgulnak a fák, 10 pár fok, ezért ez megadja a hangulatot. Nem lesz unalmas szerintem. Nem fogok unatkozni most sem. Arra, hogy elhagyjuk a Körösötányi duzzasztót, hogyha egy jó hosszú egyenes. Én ezt hiszem múltkor lemértem is, 4,4 km vagy ilyesmi. Hát tudjátok, csak az alföldi kék túra. Ez ilyen. Hosszú távok vannak, meg hosszú egyenesek, akkor így mindig így beosztom kicsibe igazából, tehát hogy van ez a 4 kilométer, és akkor még az elején vagyok, szóval nem olyan biztos ez a 4 kilométer, de azért elég hosszú és egy kicsit monoton, és akkor így nem az, hogy hú, még 4 kilométer van, hanem már megvan egy, és akkor ha megvan még egy, akkor már a felén nem vagyok, és akkor így amúgy tökre gyorsan letelik. Meg úgy általában így, hogyha van egy ilyen 3 nap, és belegondolok, hogy ezek most menni fog 90 kilométer, mindegy, ma menni kell 30 valamennyit, és akkor többi ezek majd holnap. És akkor így az ember nem stresszeli rá magát, és kicsi részekben lehet így teljesíteni nagyobb távot, és ez így nálam működik legalábbis. Húj a szél! Igen. Hoztam drónt, lehet, hogy kár volt. Hát a Vidratanya az nincsen messze, 1,5 km kb. De lehet a 10-esem, úgyhogy inkább itt tücsörök egyet, mint hogy ott tücsörögjek. Nem lehet megunni ezt a környéket, amúgy brutál szép. Jó, és akkor elérkeztünk a Holt Köröshöz, amit ugye Csendes Körösnek is hívnak egyébként, erről már csináltam egy pár videót, majd rakok be linket alulra. Mi voltunk itt kajakozni is, meg bringáztam is erre, úgyhogy most nem fogom megdrónozni, mert iszonyúan fúj a szél, de láttok majd szép drónfelvételeket azokban a videókban. Ez egy királyhely egyébként, szeretek itt lenni. Az a helyzet egyébként, hogy ilyen későn még nem nyomtam a földi kék túrát, ugye október vége van. Tavaly valamikor október elején voltam kint. Hát elég rövidek a nappalok, azért nem árt majd haladni, gyűjteni be szépen a kilométereket, ugyanis hát szerintem nincs összesen 12 óra világos. Este 6-kor már tök sötét van, úgyhogy nem ártana 5 óra körül táborhelyet verni valahol. Hosszúak lesznek az esték. Thank you.
nagyon ritka alkalmak egyike, amikor kék túrázókkal találkozom. Találkoztam egy nagyon kedves párral, és mondták, hogy hát ők is meg tudják egy kezükön kb. Számolni, hogy hány túrázóval találkoztak az Alföldi Kék Túrán. És egyébként tökre örülök, mert egyébként Molnár Barni is csinál már videókat az Alföldi Kék Túráról. Hát kicsit visszább jár, mint én, nem sokkal. Mondom, majd a Kertz Viktorék is, amikor befejezik a PCT-t, remélhetőleg kicsit tudjuk népszerűsíteni így videósok ezt az útvonalat is, mert jó párszor elmondtam már, nem akarom ismételni magam, hogy mennyire megéri eljönni az Alkára. Na, majdnem benn van 20 km, ideje kicsit pihenni. Kajálni már még nem is nagyon adtam, ma csak reggel. Egyébként ezt a tucok meg vésztőn gyártják. Tök jó. Mindjárt vésztőn vagyok. Nem tudom mennyi. 8-9 km körülbelül. Most már kezdem érezni a talpaimat. Ajjaj, altra, ajjaj. Az ott igencsak meg fogja adni magát ezen a túrán. Azon gondolkozom, hogy nem még 7 km vésztő. Onnan még 10 okány. Okányig elmennék, akkor lennék olyan 37-nél. Amúgy nem rossz, pont jó lenne mára. Nem nagyon láttam jó vattempinges helyeket. Aztán, hogyha olyan 40 kilométer fölé megyünk, és utána kezdünk el keresgetni vadkempingezős helyet, szállás helyet, az nem annyira jó. Tudok, hogy elkesütétedni, úgyhogy lehet, hogy nem megyek a Okányig, majd látom. Ha látok valami jó helyet Vésztő meg Okány között, akkor lehet, hogy letelepszem, aztán lazulok. Jó, reméljük minden megvan. Brutál szél fúj amúgy. Van egy kis gond ugyanis, az a helyzet, hogy a hóp az Vésztőn bezárt 11-kor, ugyanis vasárnap van. Van nálam elég kaja amúgy egyébként, valószínűleg még holnapra is elég lenne. De holnap meg ugye 23-a van, október 23, és akkor meg tudom, hogy nem lesz semmi nyitva. Hát ha találok valami kicsi miniboltot Vésztőn, hanem akkor meg majd kitalálunk valamit. Na mindegy. Ez nem tudom, hogy ez micsoda. Nagyon te kapor. Olyan szaga, mint az ánizsnak. Hogy néz ki az ánizs? De ez kapor. Szerintem ez kapor. Ez egy kapor ültetvény. Ilyet se láttam még. Na, megvan a csótmonosztori pecsét. Sem vettem föl, mert ott volt egy srác, ugye itt ilyen állatokat tartanak, vagy nem tudom, aztán nem. Nem volt túl barátságos, úgyhogy inkább nem kameráztam. Úgyhogy megyek Vésztő fele, és egyébként van egy bicikli út, ezen fog most batyogni, ugye én már jártam erre. Ez a rész egyébként szerintem, mit megérdemelné az évkerékpár útja kitüntetést, ugyanis itt a egy részen itt a bicikli út, itt a holdkörös mellett kanyarog, és brutál jó. Úgyhogy erre mindenféleképpen gyertek el, ha nem is gyalog, de bringában mindenféleképpen, mert állat. Láttam, hogy ez lehet, hogy nem kerékpárút amúgy. Ez nem kerékpárút, de egyébként ami Vésztőre jön kerékpárút, az ide kötődik be. De akkor ez egy sima út igazából. Na mindegy, akkor is szép. Nézzétek meg! Jó, és akkor ezzel megvan a hetedik szakasz. Az Alföldi Kék Túra hetedik szakasza. Dán. Amúgy fél kettő van, szóval miért tovább, irány Okány, és akkor utána meg keresünk valami szállás helyet. Az a durva, hogy látszanak a bihari hegyek amúgy. Ott a háttérben. Ja, ugyanis holnap amúgy nagyon közel leszünk a magyar-román határhoz. Hát szerintem kb. Egy ilyen pár száz méterre fogunk elmenni tőle. Valahol Biharugránál, úgyhogy hát látszódni fognak, és akkor tudunk jó fasz a felvételeket csinálni egyébként. Látszik az Okányi templomtorony is, úgyhogy yes, még 7 kilométer. Go! Ami kalandos lesz, ugyanis egy Vésztőn nem tudtam kaját venni. Holnap gyanús, hogy semmi bolt nem veszítve, ahol átmegyek falukban. Holnapra is van kajám, tehát nagyjából így holnap is el vagyok. Holnap utána vannak gondok, ugyanis ahogy néztem, Biharugrán kéne átmennem, az lenne az első település holnap után kb. Tehát még bolt sincs, legalábbis a térkép szerint nincs bolt, úgyhogy érdekes lesz az a kaja ügy, de majd látjuk, hát csak nem halok én, remélem valahogy majd megoldódik a dolog, de hát ezt kicsit benéztem. Ja. Ezért kell jobban megtervezni a túrákat, ez most eléggé ilyen random indulunk, aztán menjünk dolog volt. Nem mindig jó az.
Kacsa túlérésre játszunk. Ez bírs. Alma. Savanyú, de finom. Ebből viszek. Nagyon csöndes hely, annyira olyan csöndes, hogy nem is merek hangosan beszélni. Még a kocsma is zárva van mögöttem. Úgyhogy gyorsan megpecsételek csöndben, és akkor ha csöndben megpecsételtem, akkor utána keresek valami jó szállás helyet. Ezért bírom, hogy így fölrakják a szintrajzat a szakaszokra. Itt van a hatodik, és ez a hetedik szakasz? Á, ez mindig a régi számozás, mindegy. Szóval, hogy itt van a legalacsonyabb pont, 81, legmagasabb 98, szintemelkedés 16. Azért azt le kell küzdeni. Bakker. Jó, hát basítanak, na mindegy. Szóval az a legjobb az egészben, hogy még csak 4 óra van. Úgyhogy van még egy egész órán helyet keresni magamnak. Nagyon nagy királyság van ma. Ja, amúgy ez itt a holdsebeskörös emelet fog menni egy darabig, hogy kérünk a faluból, úgyhogy valószínűleg hát egy emelet táborozom le valahol. Na, a legjobb vízparton vadkempingezni, de megkockáztatjuk. Hát, kiértem, de nem tetszik, ez nem annyira vadkempingezhető hely. Menjünk tovább. Az a gond, hogy ez még így elég hosszan megy így a csatorna mellett, vagy milyen szoltkörös mellett, úgyhogy mindegy, megyünk, 40 bent van, a többi az a ráadás. De király. Ne. Ez perfekt. Ez az én helyem most így. Kicsit be voltam fosva, hogy el kell mennem a következő erdőig, ami hát még ilyen 3 km kb. Ez itt. Kicsit pocok járta, tele van lyukakkal, de hát mindegy. Most sátratoztam, nem tarpot, úgyhogy talán nem másznak bele. Fú, bakker. Na nézzük, mennyi lett a mai. Stop. 49,2. 49, de hogy 49. 41, elfáradtam. 41,9. Ja, majdnem 42 km. Kicsit kevesebbet terveztem, de ez így pont jó. Egyébként okányig így úgy éreztem, hogy kb. Ez volt életem így kb. Legkönnyebb 40 km-re. Itt a végén már ez egy kicsit szar volt. Főleg itt ez a 2 km a susnyába, de itt vagyok, meg vagyok. Sátorverés. Hát az a helyzet, hogy ez nagyon szarul néz ki. Itt mindenhol. Olyan füves, úgyhogy rá fog menni a szántóföldre lehet. Nincs bevetve ilyenkor, vagy nem tudom. Ugyanis itt valamiért nem járnak a pockok. Tök jó. Perfekt. Kilátás a pusztára. Sír. Na, úgyhogy akkor szerintem akkor ez a videó ez most ennyi. Szépen itt felhúzom a sátrat, kicsit szeles. Reméljük éjszaka nem lesz annyira. És akkor találkozunk a következő részben. Köszönöm, hogy megnéztétek. Vigyatok like, dislike. Cső.